Sziasztok! Nem tudom, hogy hol. Sziasztok! Na, hát remélem most már hallotok, látok. Még van nagyjából egy percünk a kezdésig, viszont én nem vagyok annyira ügyes így live szempontjából, úgyhogy elkezdtem úgy csinálni, hogy előre ide jövök, hogy ne késsek, úgyhogy írjátok meg nekem, hogy van-e hang, illetve láttok-e rendesen. Elvileg letörölgettem a kamerát is, mielőtt nekiálltam ennek az élőadásnak, viszont nem vagyok benne biztos, hogy jól is sikerült, mert nálam egy kicsit másképp látszódik, úgyhogy írjátok meg, hogy hallottok-e, láttok-e. És el is érkeztünk a 9 órához, úgyhogy bele is vágunk ebbe a live-ba. Jött egy pár kérdés, nem egy extra sok, viszont egy live-adásnak bőven megteszi. Szia, minden oké, és szia, Evelyn, de jó, oké, és szuper. Szia, 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 sziasztok. Nekiállok, és elkezdem talán a YouTube-on feltett kérdésekre a válaszokat megadni. Szia, szép jó reggelt, sziasztok, sziasztok, de jó, hogy itt vagytok. Hú, nagyon régen live voltam, és az a helyzet, hogy írok is, mint egy élő előadást kellene tartanom, vagy nem tudom. Tudjátok, mikor így iskolai órán elkezdtünk felelni, és az első pár felelésen emlékszem, hogy ilyen görcsbe volt a gyomrom, hogy úristen, most ennyien látnak, és vajon azt nem mondom, amit kell, úgyhogy... Na, szép jó reggelt, szép jó reggelt, sziasztok! Szóval... Tegnap kitettem Instára, illetve YouTube-ra, hogy kérdezhettek, és nyilván itt is nyugodtan csatlakozhattok, és kérdezhettek bármit, akadozik, és nincs hang. Igen, nálam is akad, de lehet, hogy csak nekem. Hát nem tudom, nálam elvileg abszolút nem ér ki semmit, hogy valami gond lenne, úgyhogy nem tudom, remélem, hogy rendeződik, kicsit akad. Lehet, hogy az internet kapcsolattal van a gond, mert hogy eléggé nehezen is csatlakozott, úgyhogy nálam minden okés, de most már jó. Na jó, szóval kezdjük is akkor a kérdéseket. Csilla írt tegnap először, hogy ő is ez a 9 óra kicsit korai, mert ez nálunk 8 óra is, akkor van a készülődés suliba, nem lehet 9:30 vagy 10, hát azért igazítottam erre a 9 órára, mert hogy utána is előtte is még volt egy kicsi dolgom, amúgy csinálom közben az ebédet, és pénteken általában olyan az ebéd nálunk, hogy édes, úgyhogy rizskókot készítek, úgyhogy már a rizs megfőtt, amíg kihűlt, addig úgy gondolom, vagyis amíg hűl, hogy addig megcsinálom ezt a live-ot, aztán meg még videót kell vágnom, nem magamnak, hanem más részére, úgyhogy nem nagyon tudtam így későbbre tenni, mert akkor már úgy elcsúszok az egész nappal. Már nem akadozik. Oké, és szóval próbálok arra is figyelni, amit mondotok, meg itt a kérdésekre is. Aztán Dorina kérdezte, hogy melyik a kedvenc virágod. Nekem az orgona a kedvenc virágom, mert képzeljétek el, hogy ezt annyira így az anyák napjához kötöm. Régen nálunk teljesen alap dolog volt, hogy anyák napján mindenki rohant ki, és a legszebb orgonabokrot kereste, hogy az anyukájának a legszebb, legillatosabb orgonát tudja vinni. És így annak a hangulatja, olyat vittünk mindig a nagymamámnak, anyukámnak, és így volt, amikor itt csoportosan mentünk ki orgonát keresni, és mindenki kis szép kis csokorba kötötte, úgyhogy nekem ez maradt meg, és a gyerekeimnek is mindig azt mondom, hogy én anyák napjára orgonát szeretnék, mert egyrészt az illata is olyan, ami nekem annál szebb illat nincs számomra. Aztán kérdés, hogy megy a videózás, mint munka? Na, ezt többen feltettétek ezt a kérdést, és az a helyzet, hogy sokkal nehezebb, mint gondoltam. Mert én azt hittem, amikor belevágtam, hogy ez ilyen hasonló kaliberű lesz, mint egy YouTube videónak a szerkesztése, és amúgy abszolút nem, mert hogy itt meg kell ismerni azokat az embereket, akinek videót csinálsz, mint például tegnap egy iskola, meg egy óvoda promóció videóját készítettem, mert mostanában hatalmas divat lett, hogy az iskolák úgy toborozzák a gyerekeket itt nálunk, hogy hát igazából a szülőket, mert nyilván a szülő dönti el, hogy melyik iskolába iratja a gyerkőcét, hogy ilyen promóció videókat csinálnak, és ebben benne van az iskolának a nézete, benne van minden ilyesmi, hogy ők mégis mit vallanak, mik azok, amik fontosak számukra, az iskola kívülről, belülről, akár az óvoda, és ez egyre gyakoribb. És ez sokkal összetettebb dolog, mint egy YouTube videó, mert
Egy az, hogy ami még nekem nagyon furcsa, hogy itt ugye minden általában két nyelvű, és a szlovák szöveget is össze kell vágnom, ami hatalmas nehézségeket jelent nekem, mert hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez a mondat után az a szó, amit teszek. Szia, Dia, Teresztenyén vagyunk, ma egy kis szabad napom van, itt az unokám, jaj, de jó, szia, Enikő! Picit van időm rád is, közben szépítem a tereszt, de jó, bennem van még mindig ez a teresztenyei élmény, kirándulás, úgyhogy az csoda szép hely. Szóval, hogy a videókra visszatérve, sokkal nehezebb ezeket megcsinálni, és nagyon sokszor ezeket ilyen testületi ülések elé viszik meg, stb. Úgyhogy ez egy hatalmas kihívás, és rengeteg kreativitással jár, szóval sokkal többen, mint amit én gondoltam volna. És sokkal több időbefektetéssel is jár, mert hogy mit tudom én, egy 20 perces YouTube videót összeszerkesztesz akárhogy is, de nagyjából egy 2 óra alatt, amíg ezeket a cégeknek, vagy iskoláknak, óvodáknak, bölcsödéknek tartott, szia, sziasztok, videókat sokkal tovább tart. Úgyhogy, és egy hatalmas nyomást érzek magamon, hogyha például YouTube-ra veszek fel egy videót, és nem tetszik, akkor nem teszem közé. De ha elvállalok egy videós munkát, akkor nincs olyan, hogy nem tetszik, és akkor nem adom oda. Szóval sokkal nagyobb nyomás van rajtam, viszont élvezem, hogy ez egy olyan kihívás, amit még meg kell, hogy ugorjak. Bevállaltam egy esküvőt is, képzeljétek el, nyilván tudják, hogy eddig nem esküvő videózással foglalkoztam, és hát nyilván így is álltak hozzá, meg nem kértem 500 000-t, mint a mai esküvőkért, amit kérnek egy-egy videózásért, és hát nagyon nagy kihívás számomra ez a videózás. Egyre többen keresnek, és egyre többen bizalmat szavaznak nekem, amiért nagyon hálás vagyok, és igyekszem minden munkát úgy kiadni a kezemből, hogy ez tényleg egy olyan munka legyen, amire azt mondják, hogy igen, ez egy tényleg jó videós. Úgyhogy nyilván nem profi szinten, én nem csinálok 20 éve videókat, nem voltam tanfolyamon, de amúgy szeretnék elmenni egy ilyen videós tanfolyamra, mert szerintem van mit tanulni, és akárhol is, vagy akárhány éve is dolgozik ebbe az ember, szerintem újat mindig tudnak mutatni egy-egy ilyen oktatás során. Na, szia Nikő, szia Sziló, sziasztok! Szia Zsuzsi! Biztos nagyon nehéz, Dia, de te olyan ügyes vagy, és talpra esett. Ó, nagyon köszönöm szépen. Hát, mondom, azért megbirkózok vele, vagy tegnap is ráment a fél délelőttöm, hogy ugye a vágó anyagokat megcsináltam. És amikor így betettem így a vágó lapra, és rájöttem, hogy ez egy 2,5 órás anyag, amiből nekem 10 percet kell kihozni, akkor így elgondolkoztam, hogy azt a mindenit. Hát ez egy jó nagy kihívás lesz, és ugye ebben még benne van az is, hogy akinek készítem a videókat, azt meg kell ismernem annyira, hogy tudjam, hogy ő nagyjából milyen stílust vár el, mi az, amit szeretne, szóval mindenképpen jár ez az egész videózás egy előre megbeszélt időpontba itthon, szóval meghívok vele, vagy egy kávézóba, vagy bárhol, ahol leülünk, megbeszéljük, hogy mit szeretne, az nagyjából 1 óra, a videózás időtartama sokkal több, mint hogyha YouTube-ra készítek egy videót, mert hogy igyekszem a maximumot kihozni abból, és ez teljesen más, és a vágás is sokkal több, mert hogy abszolút nem akarok hibát. Hogyha a saját csatornámra csinálok egy bakit, vagy akármit, nem úgy csinálom a dolgokat, vagy van egy vágási hiba, vagy akármi, akkor az ugye az én saram, oké, és az én nézőim nézik, de itt ugye másnak készítem, és az ő nézői akarják ezt nézni, szóval, hogy teljesen mindegy, hogy milyen felületen, úgyhogy jó sok kihívás van ebben a videózásban, de nagyon szeretem. Na nézzük. Nem csinálnál újra, miket ettem videót? Lehet, hogy lesz még. Az a helyzet, hogy nem nagyon gondolkoztam ezen, mert mindig elcsúszok ezekkel, ugyanúgy, mint a hol videókkal is, hogy mindig igyekszem felvenni a vásárlásainkat, és nagyon sokszor elcsúszom benne, mert hogy este 7 órakor hazaesek, és akkor a gyerekek már fáradtak, és nincs kedvük, és nem tudom, mitől ilyen piros a nyakad, attól, hogy állandóan vakarom, és ez a kamera, ez meg még felélesíti, fogalmam sincs, élőben amúgy abszolút nem ilyen. Ez a MacBooknak a kamerája, ez ilyen, de lehet, hogy amúgy egy kicsit melegem is van, meg izgultam is, és full meleg vagyok, de amúgy nem, ennyire nem ilyen élőben. Szia, szép hétvégét kívánok nektek!
Ja, azt hittem, allergia. Allergiás vagyok, de ez nem az. Úgyhogy szerintem ez, meg amúgy akárhányszor én egy kicsit vakarozok, az alapból így meglátszik rajtam, úgyhogy mennem kell, de majd visszanézem. Remélem fent marad. Szeretném fent hagyni. Igen, szia, Szilu, szép napot. Aztán a következő kérdés. Szia, terveztek valami pihenést nyára? Balaton. Képzeljétek el, erre ezt még nem is meséltem, még a családban is csak kevesen tudják, hogy ez az idei nyár, ez nagyon különleges lesz, mert hogy eddig mindig a Balatonra jártunk, és idén is fogunk menni Almádiba egy hétre anyukámékkal, viszont idén úgy döntöttünk, hogy most már nem kifogást keresünk, hogy miért nem nézzük meg a tengert, hanem elmegyünk és megnézzük a tengert. Nekem ebben volt egy csomó ilyen, hát olyan dolog, ami mindig visszatartott. Mit tudom én, hogyha tengerhez megyünk, akkor az plusz 3-400 euró benzin, abból már 3 nappal többet tudnánk lenni a Balcsin, vagy a gyerekek tök sokszor, ha csak ide Tatára megyünk, ami mondjuk egy 3-4 óra út, akkor is 20-szor megkérdezik, hogy mikor érünk oda, mikor érünk oda, aztán nem értem a nyelvet, meg egy csomó minden volt, amit nem tudtam, hogy hogyan foglaljuk le, úgyhogy mindig inkább kifogást kerestem, mint megoldást, és idén úgy döntöttünk, hogy elmegyünk a tengerhez, és előző héten hatalmas nagy löketet kaptam ehhez, méghozzá olyan dolog által, hogy az egyik ismerősöm azt mondta nekem, hogy amíg kicsik a gyerekek, nem menjetek, és ez egy akkora felbuzdulást adott, hogy de akkor most megyünk, hogy előző héten el is kezdtem keresgélni. Igazából 2 úti cél volt, ami számunkra olyan volt, hogy akkor ott kezdjük, vagy Horvátország, vagy Olaszország, és aztán van egy csoport, azt nagyon sokan tudjátok rólam, hogy a Lamomi csoport az egyik kedvencem, nagyon sok anyukát ott személyesen is ismerek, és ott kérdeztem, hogy mondjanak esetleg olyan helyet, ahol már jártak, vagy amit ajánlanak, vagy esetleg nincs-e valakinek, valamelyik csoporttagnak, Horvátországba vagy Olaszországba kiadó apartmanja, és ugyan ilyet nem találtam, de volt egy család, egy anyuka, aki átküldött egy konkrét szállodát, hogy tavaly ott voltak, Bibionéba a tengerpart mellett közvetlenül 50 méterre, tök jó áron voltak, és hogy teljesen elégedettek voltak, egy utazási irodán keresztül mentek, és nagyon megtetszett nekem ez, végignéztem egy csomó, de csomó ilyen hirdetést, és utána másnap, nem foglaltam le, hanem utána másnap itt Komáromba bementem az összes utazási irodába, és kikértem az itteni ajánlatukat, mert ugye ez egy olasz utazási iroda, és hát elég nehéz a kommunikáció, úgyhogy vagy olaszul, vagy angolul, ugyan megoldottuk, de szóval az utazási irodákban mind itt nálunk sokkal drágábbak voltak, vagy olyan helyeken, szóval én mindenképpen olyan helyre szerettem volna menni, ami nem annyira kicsi, szóval nem egy kicsi faluba, ahol igaz, hogy van tengerpart, vagy egy olyan részre, ahol nincs mondjuk üzlet, vagy látnivaló, és mindig autókázni kell. És nekem hát igazából feltétel volt az is, hogy szeretnék olyan helyre menni, ahol nincs túl messze a part, mert nagyon sokszor voltunk úgy a gyerekekkel, a Balcsin is, hogy mondjuk, mit tudom én, fél órát sétálni kell a partig, és amikor nyűgösek, fáradtak, visszük a homokozós cuccokat, visszük a madracot, visszük a labdát, visszük a biciklit, visszük a rollert, szóval akinek gyereke van, az tudja, hogy nagyon nehéz őket lebeszélni arról, hogy most ne vigyünk rollert, most ne vigyünk labdát, matracot, akármit, és szóval mindenképpen szerettem volna egy olyan helyre menni, ahol közel van a tenger, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 10 perc séta. És utána átküldte ez az anyuka az utazási irodát, hogy akkor ezen az e-mail címen beszéljük meg, úgyhogy tegnap át is utaltuk a foglalót, úgyhogy Bibionéba megyünk, Olaszországba. Az életben először fogjuk látni a tengert, így egész családostul, mert ugye a férjem se volt még sehol, én se így ilyen helyen tengernél. Úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok, és nagyon örülök, hogy úgy találtuk ezt a helyet, hogy előzőleg már láttam olyan képeket, amit mondjuk nem az utazási iroda adott, hanem az a család, akik ott voltak tavaly. És nekem ez nagyon fontos volt. És a tengerparton is láttam a tengerpartot, hogy mégis milyen, hogy hányadik sorban lesznek ezek a napozóágyak, mert azt mondták, hogy ez eléggé fontos, hogy amúgy ott nem nagyon találunk helyet. Úgyhogy így mindent elmondott ő személyesen, vagy hát nem személyesen, hanem telefonon beszélgettünk, Messengeren elég sokat segített a foglalásba, úgyhogy nagyon örültem neki.
Úgyhogy Bibionéba megyünk, illetve Almádiba megyünk egy hétre anyuékkal. Ez most már ilyen hagyomány, hogy egy hetet minden évben anyukámékkal megyünk nyaralni, én és a három gyerkőc, és a gyerekek, a férjem pedig utánunk jön mondjuk egy-két napra maximum hétvégén, mert hogy annyi szabadságot nem szeretne kivenni, illetve ez így tök jó, mert hogy van egy olyan hetünk, amikor így családilag feltöltődünk anyukámékkal. Nyilván ez nem lesz olyan pihenés, mint hogyha ketten elmennénk valahova kirándulni, mert hogy 7 gyerekkel megyünk, ugye anyu is hozza a gyerkőcöket, mind a 4-et, illetve nekünk is jönnek a gyerekek, úgyhogy ez egy kicsit olyan lesz, hogy ő is futkosik a gyerekek után, meg én is, de attól függetlenül az tök jó dolog, hogyha így este már nyugovóra tér az egész család, és mindenki, illetve hát a húgom is hozza a párját, hoz egy pár barátnőt, szóval megyünk bőven tök jó társasággal. Viszont este az tök jó, amikor így lefekszenek a gyerekek, és akkor mi leülünk kártyázni, leülünk beszélgetni, úgyhogy ez mégiscsak egy ilyen hatalmas feltöltődés ilyen szempontból. Na, olvasom, hogy mit írtok. Horvátország, nagyon-nagyon ajánlom, az árak is reálisak, és gyönyörű, nekünk az esküvőnk is ott volt a tengerparton, az nem semmi. Ez a kettő volt, úgy vagyok vele, hogy akkor idén elmegyünk Olaszországba, jövőre pedig, hogyha minden jól megy, akkor elmegyünk Horvátországba, mind a kettőt nagyon szeretném megnézni. Illetve előttem, még nagyon előttem van, ez ugye a Horvátországról mindig azt mondják, hogy ez ilyen hegyes, és tele van hegyekkel, és nagyon szép, és Olaszországról meg az, hogy ott ugye ilyen sima, és nincsenek hegyek, és homokos a tengerpart, ugye Horvátországban pedig inkább sziklás, és előttem, nagyon előttem van, hogy amikor Teresztenyén Enikőiknél voltunk nyaralni, Szilvékkal, akkor elmentünk Szilvásváradra kirándulni, és az a pillanat, amikor Szilvásváradon kiszálltunk az autóból, és körülvettek hegyek, és azok a fák, azok a, szóval, hogy ez nekem egy hatalmas nagy élmény volt, és nagyon tetszett. Úgyhogy szeretnénk mindenképpen megnézni majd Horvátországot is, de minden évben egy kicsit, szóval nem akarom azt, hogy most így hű, de nagyot ugorjunk, hanem így kezdjünk el nyitni az ismeretlen felé, mert hogy nekem tényleg ez így olyan egyszerű volt, illetve még a Balatonnal az is jó volt, hogy nem szoktam előre foglalni, hanem last minute, amikor azt láttuk, hogy mondjuk tök jó idő lesz egész héten, 30 fok, akkor megyünk. Mert mi már ezt bebuktuk, hogy foglaltunk egy nagyon drága szállást, és egész héten rossz idő volt, nem tudtunk fürdeni, és akkor ezt ilyen kidobott pénznek éreztem. Mert hogy igen, amúgy tudsz menni kirándulni, meg tudsz menni csavarogni, de mi fürdeni megyünk, mi imádunk lubickolni, a gyerekek imádnak homokvárat építeni, és én azért szeretek menni nyaralni, hogy fürödjünk. És ha rossz idő van, úgyhogy nekem még ez is egy ilyen visszafogó erő volt, hogy hát Olaszországban így se volt annyira hű, de egyszerű foglalni, nem hogy így last minute, hogy akkor most holnapra foglalok, azt én esélytelennek tartottam volna. Na, nézem közben, hogy mit írtok. Azt a gyönyörű Bibióna meglátott gyönyörű a tenger. Hát remélem, néztünk egy csomó képet, úgyhogy igyekeztünk így utána járni. Szia, Dia, üdvözletem spanyolból, szia, Erika! Gyertek spanyolba! Hát, jó, előbb-utóbb eljutunk oda is, remélem. Nagyon jó lesz Olaszban, meglátod, és nem drága. Hát, ezt még nem tudom, de mi olyan reális áron találtunk szállást kb., mint hogyha Balcsira mentünk volna, és itt is ugye velem jön szembe az, hogy az utazás ennek ellenére ugye szerintem sokkal drágább, mert hogy Olaszországban még mindig kapuk vannak, autópálya, matrica, és még mindig 5-6-7 óra az út, nem tudom pontosan mennyi, meg a dugók, stb. Még azt sem tudom, hogy hogyan induljunk, nagyon sokan mondták, hogy éjjel kellene indulni, de én ezt gyakorlatilag még mindig nem tudom elképzelni, hogy mit tudom én, hajnali 2-kor elindulsz, és akkor odaérsz mondjuk reggel 8 órára. És akkor 8 órától te tök fáradt vagy, mert nyilván nem fogsz aludni az úton, vagyis hát én nem nagyon alszok, meg hát biztos, hogy izgatott leszek annyira, hogy ne aludjak. A gyerekeket, ha fölkeltem hajnali 1 óra, akkor nem gondolom úgy, hogy visszaaludnának hajnali 2-kor, mert hogy ők is annyira izgatottak lesznek, hogy szerintem nem fognak tudni aludni. Szóval mondjuk reggel 8-ra odaérünk, és akkor délután 2-ig, hát oké, hogy csavargunk hullafáradtan és nyűgös gyerekekkel, de szóval még így a gyakorlatot annyira nem tudom. Na, nézem tovább a kérdést.
De minden esetre ez van tervezve nyárra, illetve Milánnak lesz egy tábor, ahova megy. Tavaly a két kisebb gyerkőcünk ment táborba, akkor Milán nem szeretett volna. Idén viszont ő megy foci táborba, ami hatalmas nagy izgatottsággal tölti fel, mert rengeteg olyan program van, ahol ő még nem volt, például ilyen lézeraréna, meg hatalmas biciklitúrák, és hát más, hogy a haverokkal strand, meg ilyesmi. Én még egy kicsit félek ettől, de nagyon jó kezekben lesznek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ő neki egy ilyen saját kis hatalmas élménye lesz így ezzel kapcsolatban. Görögországot is ajánlom, amúgy Görögországot annó még a nagynéném szokta mondani, hogy mennyire gyönyörű, és hozott nekem onnan egy ajándékot, amit egyszer meg is mutattam nektek Instagramon, hogyha követtek. Szia, gyerekként anyuékkal olyan hajnal 2 körül indultunk Montenegróba. Én személy szerint nem indulnék éjjel a gyerekekkel. Na hát ezt mondom én is, hogy amúgy meg, hogyha mondjuk reggel 9-kor vagy 8 óra körül elindulunk, akkor szerintem odaérnénk mondjuk 2-re, mire elfoglalhatnánk a szállást, és akkor nyugodtan kipakolnánk, és utána mennénk le a tengerhez, mint hogy bent van egy csomó cucc az autóba, és még azt sem tudjuk, hogy hol hagyjuk az autót, meg mit tudom én, szóval, hogy így vannak nekem ilyen kétségeim ezzel az éjszakai indulással, akármennyire mondják, hogy nappal dugó van, meg sokkal rövidebb, hogyha éjjel megyünk, gyorsabban tudunk haladni, meg stb. Nem tudom, szóval ezen még így egy kicsit töröm a fejem. Mi egy napra mentünk úgy buszos kirándulásra Bibionéra, este 10-kor indultunk, reggel 7-re odaértünk, szuper volt, de egy napra mondjuk mondtuk is, hogy soha többet utazni. Ezt nem. Mi most Zakintosra megyünk, alig várom már. Sziasztok, szia Jucuskám, szia. Ja, szia! Jó, most esetleg csak olvastam, és nem néztem, hogy ki kicsoda. Az a helyzet, hogy én az egynapos kirándulásokat még úgysem annyira szeretem, hogyha a Balcsira megyünk. Mert ott is 2-3 óra az út, és mondjuk elfoglalsz egy szállást, hogyha wellnessezni megyünk 2 órakor, és akkor mire úgy kipakolsz, meg lemész egyet fürdeni, aztán mész vacsorázni, és másnap délelőtt 10-re mondjuk ki kell pakolnod a szállodából, nekem úgy több vele a gond, mint amennyi időt úgy ott ki tudsz élvezni. Úgyhogy ezt azért zártuk ki, egy napra nem szoktunk menni, 2-re igen, az már úgy egy kicsit jobb, de szerintem így wellnessezés szempontjából is a 3 nap az, ami nekünk úgy tök jó, hogy tényleg úgy ki tudjuk élvezni azt a helyet, ahova megyünk, van időnk egy kicsit elmenni, csavarogni, mert hogyha egy napra megyünk, akkor általában a fürdés a legfőbb cél, illetve az, hogy fedezzük fel azt a szállodát, menjünk a programokra, viszont akkor nem megyünk ki mondjuk város nézni, meg ilyenek, úgyhogy ez nekem úgy hiányzik, egy napra nem szeretnék. Zoli is mondta, hogy menjünk a gyerekekkel a Balcsira, mi meg menjünk le egy 3 napra a tengerhez ketten, egy kicsit feltöltődni, de én mindenképpen szeretném, hogy a gyerekek is jöjjenek a tengerre, és oda menjünk a főnyaralásunkra. Úgyhogy mindig szoktunk úgy, hogy ketten elmenni valahova, bárhova. Viszont a tengerhez szeretném vinni a gyerekeket. Na, arra ugyatok, kinyitom az ablakot, mert olyan meleg van. Legalább bukóra kinyitom. Na, szóval, jó, meg kifújom az órom. Mi mentünk már éjjel is, és nappal is, mikor hazautazunk. Igen, azt szoktam látni, de én nem tudom, nekem az egyszerűen nem tudom elképzelni. Az minimum 12 órás út, de inkább 14 szokott lenni. A nappali jobb, mert estére érünk haza, és akkor egyből lepihenhetünk, igen. De azért mi annyit nem fogunk utazni, mert a férjem azt mondta, hogy a GPS ilyen 5,5-6 órát írt, hogyha jól emlékszem. Attól is függ, mikor vehetitek át a szobakulcsot. Elvileg 2 órakor vehetjük át, és ugye 10-ig kell majd átadni, mikor jövünk haza. Mi este még fürödtünk, kicsit 2 éves volt. Ja, este megfürdettük, a kicsit 2 éves volt, akkor este 9-kor alvás időben mentünk, felváltva vezettünk a férjemmel, a kisfiam kialudta magát, és odaértünk, kipakoltunk, pihentünk, és így rendben volt. Hát igen, de ezzel meg az a gond, hogyha a 3 gyerek kipiheni magát, mi meg brutál fáradtak leszünk, mert felváltva vezetünk, akkor az annyira nem lesz jó senkinek, ha apa meg anya full fáradt lesz első nap.
És nem akarom azt mondani a gyerekeknek, hogy most nem megyünk, mert most anya meg apa aludni akar, úgyhogy nézzetek egy mesét első nap a tengerparton, úgyhogy ezt nem. Szállással gond ugye nem volt, mert este indultunk is haza. Igen, az egynapos, de az nem nekem. 5 éve nem voltunk nyaralni, nagylány 4, a pici 1 éves, és idén 6. hazakad már el szeretnénk menni legalább a Balcsira. Igen, én ehhez nagyon ragaszkodom, és tudom, hogy múltkor olvastam Instán egy posztot, de az volt benne, hogy, vagyis a lényeg az volt, hogy ne akarjuk azt megadni a gyerekeinknek, amire mi vártunk, és nekem a nyaralás is egy kicsit ilyen, hogy én nagyon vágytam rá gyerekként, hogy nyaralni menjünk, mi nem jártunk, maximum ilyen egynapos kirándulásokra, és azt is úgy, hogy a nagymamám a cégénél, ahol dolgozott, onnan mentek, ők mindig ilyen napszámba dolgoztak kint a földeken, és ők mentek úgymond idősek ilyen fürdőkbe, tudjátok, szóval, hogy voltak ezek a gyógyfürdők. És ott volt strand, meg ilyesmi, de hogy ezek mindig ilyen egynapos kirándulások, és nekem mindig nagyon hiányzott, hogy menjünk nyaralni. Az osztálytársaim, barátaim, unokatestvéreim mindig mentek, és mindenkinek hatalmas élményei voltak. És ugye mi nem. Én 13 éves voltam, amikor először anyukámmal mentünk Zamárdiba. Anyu, a húgom és én, és ez egy akkora élmény volt, és én már annyira vágytam rá, és leginkább arra, hogy hiába mentünk mi mondjuk egynapos kirándulásra egy brigáddal, mondjuk mit tudom én 30-an egy busszal, ott ugye nem az volt, mint nálunk a nyaraláson, hogy akkor a szülők, meg szülők is ránk figyelnek, és együtt játszunk, mert hogy itt az egész kollektíva itt volt, és ők beszélgettek, mi meg gyerekek játszhattunk. Szóval én pont az ellentétjét szeretném, hogy mi, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor mi csak a gyerekeinkkel játszunk, mi csak velük építsünk homokvárat, mi csak őket hallgassuk meg, szóval én nem akarok annyira így másokra figyelni, és őket háttérbe helyezni. Én meg mindig úgy éreztem, hogy ugye oké, nekünk ott volt egy csomó ilyen haveri társaság, mert hogy minden idős néni hozta az unokáját, vagy gyerekét, vagy akármi, és akkor mi ott eljátszhattunk a Pancsoló medencébe, de hogy nálunk a nyaralás nem arról szólt, hogy akkor most közösen játszunk, vagy csináljunk valamit, hanem elmentünk egy nyáron 2-szer egy ilyen termálfürdőbe, ahol az idősek egymás mellett ültek és beszélgettek, mi meg játszottunk gyerekek egy másik medencébe, aztán utána együtt kajáltunk, úgy mindenki, és aztán délután megjöttünk haza, úgyhogy, és nekem ez nagyon-nagyon hiányzott, és kicsit úgy éreztem ebből a poszból is, hogy én ehhez nagyon ragaszkodok, de lehet, hogy azért, mert én ezt nem kaptam meg, és a gyerekeinknek meg annyira természetes, de várják is. Múltkor annyira jót nevettem, mikor a 3 gyerkőcünk ment játszottak Milán szobájába, és azt játszották, hogy most húsvét van, és ők lentibe mennek, ahol mi egyszer wellnessezni voltunk. Amúgy voltunk idén Szent Gotthárdon, de nagyon érdekes, ez nem ragadt meg annyira bennük, mert hogy mindegyik egy kicsit beteg volt, vagy beteg lett az első napra, de tavaly húsvétkor lentibe voltunk nyaralni, nem nyaralni, wellnessezni, és ez annyira megmaradt bennük, hogy ezt nagyon sokszor eljátszák, hogy ott oda mennek. Mikor játszanak. Na, szia, Juci, meg volt egy kicsi kirándulás. Mi is voltunk lábatlani papírgyárból. Na, nálunk ilyen szöllős, nagy szöllősöket csináltak. Ma már még mondjuk metszettek, gajaztak, szüreteltek, de ilyen hatalmas hektárokat, szóval egy egész busznyi népnapszámba ment minden nap művelni a földeket, és egy hatalmas nagy ilyen parti volt, és nagyon aranyosak voltak, és ilyen összetartó brigád, de nekem ez nem adta vissza azt a nyaralás élményét, és tudom, én nagyon emlékszek arra Zamárdis kirándulásra, ahol anyukámmal először voltunk, és ott egy étterembe beültünk, és anyu rám figyel, hogy most nem be, hanem rám meg a húgomra. És ez teljesen más élmény nyújtott nekem, és én ezt akartam mindig visszaadni, és én nagyon-nagyon igyekszek, hogy a gyerekek azon az egy héten, mikor nyaralni megyünk, akkor a férjemtől is, és tőlem is ezt kapják vissza, hogy megyünk, és nem tudom. Mondtam volna, hogy vízibiciklizünk, de azt nem, de tavaly ilyen, nem tudom mi a neve annak a deszkának, amit béreltünk, az is hatalmas buli volt, és kacagtunk, és nevettünk, és nem tudom, egyszer béreltünk
vízibiciklit, és nagyon negatív élményként maradt meg bennem, úgyhogy azt akkor megfogadtam, hogy nem. Na nézzük a többi kérdést, mert nagyon elkalandoztam, lemaradtam itt a nyaralásnál, mert az akkora lendületet ad nekem. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy melyik évszakot szereted a legjobban, illetve mi a kedvenc illatod, mióta újra érzed őket? Képzeljétek el, megint egy hónapja nem érzek ettől. Falra mászok 3 hónapig, minden nap éreztem, és így próbáltam beszagolni a világot, hogy így minden illat megmaradjon. Azt mondta a doktornőm, hogy valószínűleg nagyon sokszor volt aszmarohamom, és nagyon sok szteroidot kaptam ez véget, és a szteroidok miatt éreztem ennyi ideig, illetve az aszmapipa váltás véget, ugyanazt használom, és most megint nem érzek, úgyhogy de minden reggel úgy kelek fel, hogy na ma hátha, de nem. Na szóval a YouTube kérdésekre válaszoltam, úgyhogy most átmegyünk azokra, amiket instant tettetek fel. Az első, hagyd fent az élőt, dolgozom, de este visszanézem, igyekszem fent hagyni, úgyhogy minden szándékom megvan. Aztán a következő, teraszra ültettél már, mutathatnád többet a videóban, szívesen nézném. Képzeljétek el, hogy én terveztem egy olyan videót, aminek neki is álltam, hogy balkonrendezés, és én kipucoltam mindent onnan, kivittem a virágokat, eléggé ramaty állapotba került a balkonunk a télen. Viszont kitaláltuk, hogy ki szeretnénk messzelni, mert annyira csúnya már, ilyen narancsos, drapszínű, de nem is volt szépen kimesszelve, szóval, hogy itt teljesen fehérre lesz szeretnénk messzelni az egészet. És úgy volt, hogy 3 hete megcsinálja a férjem, de akármelyik napra betervezte, hogy megcsinálja, mindig hívták őt valahova máshova dolgozni, fusizni, úgyhogy mindig ez maradt el. Úgyhogy nagyon remélem, hogy vagy most hétvégén, mert én úgy tudom, hogy most hétvégére nincs semmi dolga, vagy pedig, hát majd húsvét hétvégén, bár akkor meg nem nagyon akartam csinálni semmi ilyesmit. De hogy be van tervezve, hogy először is ki kell messzelni, és utána tudok ültetni. Idénre teljesen más tematikát képzeltem el, mint tavaly. Nem akarok már muskántlikat venni, meg ilyesmiket, mert mindig ki kell dobnom őket ősszel, és vannak olyan örökzöld növények, amik viszont tök jól megmaradnak, úgyhogy olyat szeretnék így fölülre tenni, amik látszanak, hogy azok igazából át tudnak telelni ott, illetve fűszernövényeket, meg paradicsompalántát, úgyhogy lesz majd, vagy tervezek róla videót, de nem tudom, mikor készül el, mert hogy ez attól fog függeni, vagyis attól függ, hogy a férjem mikor lesz hajlandó kimeszelni a balkont, és mikor lesz ideje, nem is, hogy mikor lesz hajlandó, mert megcsinálná, ha lenne ideje, viszont azt nem akarom, hogy egész héten dolgozik, szombatra vállal a fusit, és vasárnap meg messzelje a balkont, mert szerintem mindenkinek kell egy nap pihenés, amikor valami, aki ilyen fizikai munkát végez. Szia, hogy vagytok? Nagyon imádlak, de aranyos vagy. Köszönöm szépen, jól vagyunk, semmi extra nincs, tényleg kihívásokkal telik a napjaink, amúgy semmi, tényleg semmilyen túl extra nincs. Aztán a következő kérdés, mi a véleményed az eutanáziáról, mint keresztjén? Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés amúgy. Az a véleményem, így nagyjából egy mondatba összefoglalva, hogy a születés és a halál az Isten kezében van, és nem vagyok benne biztos, hogy nekünk ebbe bele kellene szólni, vagy bele kellene avatkozni. Ugyanúgy, hogy a születésünkben nem szólunk bele, hogy hello, akkor én most egy 2 hónappal előbb akarok jönni, hanem azt is van egy meghatározott ideje, és nem azt mondom, hogy nem lehet valaki koraszülött, vagy nem lehet korábban, de hogy azt sem mi mondjuk meg, hanem megvan egy kirendelt ideje, hogy mikor kell a világra jönnünk, és biztos vagyok benne, hogy annak is, hogy mikor kell eltávoznunk. Úgyhogy én nem tudom, nem gondolom azt, hogy ebbe bele kellene szólnunk nekünk embereknek. Emellett meg én tudom azt, meg sokan mondják, hogy hű, de vannak olyan betegségek, amik szenvedéssel telnek, stb. Viszont én találkoztam már olyan emberrel is, akinek mondjuk azt mondták, hogy 10 évvel ezelőtt, hogy 2 hónapja van hátra, és 10 éve itt van. Szóval vannak csodák, legalábbis én hiszek a csodákba, és én biztos vagyok benne, az én életem is arról tesz tanú bizonyságot, hogy csodák vannak, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy nekünk ebbe bele kellene szólni. Aztán, hogy vagytok mostanában? Elég jól amúgy, egész héten mindenki iskolában, meg oviba van,
Úgyhogy nem panaszkodhatom, előző héten ugye itthon volt Nátán, illetve nálunk most volt pedagógus nap az iskolába, óvodába, vagy hát így Szlovákiába, és nagyon készültek rá, hogy verset mondanak a tanítónéniknek. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy mind a három gyerkőc olyan intézményben van, ahol a pedagógusokba, akik velük vannak, azt 200%-osan megbízok. Szóval ez nekem annyira fontos, hogy tudom azt, hogy mindegyik jó kezekben van, egész nap olyan helyen van, ahol szeretik, ahol biztonságot nyújt, és a tanító, szóval, hogy tudom azt, hogy 200%-ig odafigyel a gyerekekre. És én azt mondom, olyan sokan kérdezték tőlem, hogy milyen szempontok alapján választottunk iskolát, óvodát, és én egyre inkább azt mondom így a három gyerek tapasztalata alapján, hogy tanítót választok a gyerekeknek, nem iskolát, hogy most akkor ennek az iskolának ezek a nézetei, ez keresztény iskola, ez nem tudom, Montessori, ez ilyen, olyan, amolyan, hanem a tanítótól függ szerintem a legtöbb minden. Az, hogy a gyerek hogy fog tanulni, nagyon sok függ szerintem attól, hogy ki a pedagógus, aki van vele. Igen, de van olyan, aki mostanában fájdalomban szenvedés, én ezt megértem. Szerintem nem kapunk többet, mint amennyit el tudunk viselni. Én nem tudom, én akkor se gondolom úgy, hogy beleszólnék, és értem, amit mondotok, meg ezt a felhozott témát is, hogy biztos, hogy van, aki úgy gondolja, hogy ez lenne számára megoldás. Nekem erről ez a véleményem, hogy szerintem az élet és a halál Isten kezében van, és pont, hogy itt lehet, de van egy csomó véglet, van egy csomó olyan dolog, amiért úgy gondolhatja bárki, hogy akkor ő neki köszöni szépen, ennyi elég volt, de szerintem ez annyira nem helyén való. Aztán férjeddel mikor lesz videó, nem tudom, hogy mikor lesz videó a férjemmel. Jövő héten kedden fogok vlogolni, azt tudom, és Győrbe fogunk menni Ildikó barátnőmmel, és ott mindenképpen szeretnék videózni. Hogy a férjem már mikor lesz, olyan sokat dolgozik mostanában, hála Istennek elég sok ilyen plusz munkát is kapott, úgyhogy keveset is van itthon, és mióta nem dolgozok azóta, meg ugye igyekszem akkor videózni, amikor itthon vagyok, és a gyerekek meg a férjem nincs itthon, hogy azt az időt, amit a videózásra szánok, azt ne a gyerekektől vagy a férjemtől menjem el, úgyhogy ez most egy kicsit így jött ki, hogy most egy kicsit kevesebb videóban vannak benne. A tudást is Isten adta. Oké. Okay. Tesóddal mikor lesz videó, nem tudom, hogy mikor lesz videó, mert a tesóm felnőtt, tudjátok, olyan furi, hogy az a kisgyerkőc, akivel én évekig játszottam, társasoztam, már felnőtt lett, hogy 19 éves párja van, jogsia van, beül az autójába és megy, és hogy van már egy szakmája, most fog érettségizni, és nagyon szurkolok neki. És hogy kilép a nagybetűs életbe, szóval ez a kor szerintem az, amikor úgy háttérbe szorul minden más, és saját magát kell, hogy előtérbe tegye, a saját kis életének az alapjait kell, hogy megadja, úgyhogy most egy kicsit ritkábban találkozunk, méghozzá azért, mert ő ugye kettő ilyen táncstúdióba is táncol, az egyik az A-Force Győrben, a másiknak a nevét ezt nem tudom, de hogy nagyon-nagyon szereti a táncot, és táncgálákra járnak, és fellépésekre járnak, és mellette hétvégén dolgozik. Anyukámnak a párjának van ilyen standja, a Bucsukba szokott járni ilyen édességes stand, tudjátok, ahol ilyen kakasnyalókát lehet venni, meg gumicukrokat, meg ilyenek, és hétvégén a húgom szokott neki segíteni, és ő szokott árulni, úgyhogy hétvégén a húgom általában ott van, hétköznap meg suliban, legalábbis ilyenkor, amikor jó idő van, akkor nagyon sokszor megy vele ugye dolgozni, és akkor ő árul, mert hogy két személy mindenképpen kell, aki felhúzza a sátrat, meg az árulásnál is attól függ, hogy mekkora a búcsú, vagy rendezvény, vagy akármi, ami éppen vannak, úgyhogy mostanában kevesebbet találkozunk, jövő héten lesz a szülinapom, úgyhogy jövő héten megígérte, hogy eljön, és képzeljétek el, hogy elmegyünk a férjemmel ketten moziba, mert lefoglaltuk a mozi jegyet is. Nagyon-nagyon régen, évek óta nem volt olyan, hogy mi ketten moziba menjünk.
Úgyhogy a húgom mondta, hogy bevállalja a gyerekeket, bár Ildikóék is felajánlották, hogy bevállalják, de jövő héten mindenképpen fogunk találkozni a húgommal, mert nagyon várom, mert hogy tényleg nagyon régen nem találkoztunk. Mostanában annyi minden volt, vagy például amikor előző héten is anyukáméknál voltunk szombaton, akkor a húgom éppen nem volt otthon, fürdeni volt a pápán a párjával, úgyhogy mindig ilyen ellentétben voltunk most, hogy amikor neki volt programja, akkor mentünk mi, vagy amikor ő ráért, akkor nekünk volt olyan programunk, hogy nem tudott jönni. Na, nálatok hogy telik a húsvét? Együtt mentek templomba az egész család? Hát igen, általában a férjem nem mindig jön velünk, de a gyerekek igen. Ők mindig járnak vasárnapi iskolába, úgyhogy előtte, ugye húsvét előtt bűnbánati hét van, ami azt jelenti, hogy minden héten, vagyis egy héten, minden nap, szóval hétköznap van ilyen bűnbánó Isten tisztelet, és igyekszünk ilyenkor egy kicsit jobban magunkba szállni, vagy hogy mondjam, amúgy semmilyen extra nincs, amire azt mondanám, hogy ilyen hű, de ez csak a mi családunknak a tradíciója. Látom, hogy most már megy ki a divatból ez az öntözés is, és nálunk is csak a legszűkebb családhoz járunk. Nem tudom, hogy most fogunk-e menni anyuékhoz, vagy nem. Még annyira nem is beszéltünk róla. Itt nálunk úgy van, hogy szerdán még lesz iskola, de csütörtökön már nem, és utána héten pedig szerdán kezdenek, azt hiszem, szóval egy hét lesz a húsvéti szünet, mert a tavaszi szünet ugye már volt, és nálunk ezek teljesen másképp vannak. Van téli szünet, van sí szünet, van tavaszi szünet, van húsvéti szünet, viszont július végéig van iskola, szóval a nyári szünet később kezdődik, de évközben több szünet van. Na, én is nagyon örülnék, ha lenne közös videó Ildikóval, a férjeddel és a húgoddal is. Ildikóval biztos, hogy lesz, mert kedden együtt megyünk Győrbe, és egy tök jó kis programunk van, úgyhogy kedden úgy beszéltük meg, hogy még operatőrködik is, nekem pedig nem nagyon szeret így kamerázni, mármint, hogy ő kamerázzon, amúgy mindig megkérdezem, hogy nem-e gond, hogyha benne van a videóba, vagy beleegyezik-e, vagy nem szeretné éppen most, úgyhogy mindig tud róla. Úgyhogy most úgy is terveztük, hogy kedden egy ilyen vlogos napot fogunk tölteni Győrben. És ott van konkrét hely, ahova szeretnénk menni, vagy egy konkrét cél, amit szeretnénk csinálni, úgyhogy meg emellett szeretnénk egy kicsit kávézgatni, beszélgetni, és sétálni egyet. Szia, Dia! Mikor megszületett a gyereket, hogy ment a tesók összeszoktatása? Jól fogadták a tesó érkezését? Nekem júliusra jön a második, és van egy 2,5 évesem. Igen, nálunk nagyon ilyen természetes volt, vagy hogy mondjam, hogy elmondtuk nekik az elejétől fogva, látták, ahogy nő a hasam, látták, hogy lassan akkora lesz a pocakom, hogy meg fog születni a kis tesó. Ugye teljesen más volt harmadik gyerkőcnél, mert hogy ugye Milán 4 hónaposan került hozzánk, Emma viszont 15, úgyhogy 15 hónapos volt, amikor hozzánk került, és ott azért teljesen más volt ez a dolog, mert ott nem egy kis baba érkezett, hanem egy olyan baba, aki már járt, akivel lehetett játszani, viszont Nathannál ugye ez a babakor, ez azt eredményezte, hogy ugye először még az a kis baba csak fekszik, ott még nem veszi el a játékot, szóval teljesen más dolgok voltak az 1-ről 2-re váltásnál, mind a 2-ről 3-ra, mert más gondok voltak, szóval elsőnél azért hozzá kellett szokjon a nagyfiam, hogy amiket eddig csak egyedül használt, csak az övé volt ez a játék, azt most néha a kistesó is elveszi, ő most már olyan kistesó, aki megy, mászik, ugye nininél ez teljesen más volt, mert hogy volt egy korszak, amíg látták azt, hogy oké, most kisbaba, most csak tejecskét iszik, aztán darabosra teszik, és látták ezt a fejlődést, hogy most már átfordul, most már egy kicsit mászik, most már oda mászik hozzájuk, most már lenyúlja néha a játékait, szóval, hogy ezek a váltások nálunk teljesen mások voltak, de szerintem mindennek megvan a maga kis előnye és hátránya, illetve ez is egy ilyen tök jó megtapasztalás volt, hogy tudjuk ezt békességbe, csendbe, és úgy rávezetni a gyerekeket, hogy ez jó dolog, és a testvér Isten ajándéka. És sikerült, mert imádják egymást, szóval, hogy senki nem mondaná meg a viselkedésükből szerintem, ahogy egymáshoz hozzáállnak, hogy ők nem vér szerinti testvérek. Na.
Tudást és észt sajnos nem adott Isten mindenkinek. Én is úgy gondolom, akik csak a gépek tartanak életben, az nem élet már, ha évek óta ott nem Isten tart életben, hanem a gép. Amúgy ez is abszolút reális. Jó cél tudásra csak értem, eldöntöm, hogy feladom. Igen, értem. Értem már, Kriszti, igen, az ember maga tudna kérni, dönteni, miért nem. Joga van embernek a saját életére dönteni. Igen, én megértem ezt a nézetet is, szóval én tényleg az a hívő keresztény ember vagyok, aki én nem akarok meggyőzni senkit arról, hogy te is gondold így, szóval, hogy tényleg semmilyen dolgom nincs, én ezt hiszem, én ezt vallom, és kész, hogy így nem volt furcsa nagyobb gyereket örökbe fogadni? Ennek megvoltak a nehézségei. Nem szeretnék amúgy ebbe a témába belemenni, mert tudom, hogy hű, az aztán ne beszéljek ilyenekről, meg minden. Teljesen más. Azért más, mikor már egy kicsi élet, akinek véleménye van, akarata van, becsöppen a családba, mint egy kisbaba, aki még fekszik, eszik, iszik, és ki kell elégítened az igényeit, hogy tényleg tisztába teszed. Na, szóval itt teljesen mások a gondok, meg a nehézségek, mint egy kisbabával, de mindegyiknek megvan a szépsége is, szóval, na, ezt ilyen nálatok, a fiúk mennek locsolkodni? Hát, a férjem azt mondta, hogy csak a legszűkebb családhoz hajlandó elvinni a gyerekeket, nem mennek osztálytársakhoz, nem mennek ovistársakhoz, nem mennek barátokhoz. Én meg nem tudom, hogy mennyire lenne releváns, hogyha én mennék el velük. Sose voltam még így, hát azért van az apjuk, nem? Hogy hát nyilván a fiúk mennek locsolkodni. Meg van egy óvónéni, aki mind a három gyerkőcünknek az óvónénie volt, és ők itt laknak fölöttünk, őt még azért minden évben meglocsolják, illetve itt a szomszéd nénit, de azon kívül nem. Én nem tudom, hogy mennyire szokás még ez, vagy nem szokás. Milyen érdekes, hogy most már a hagyományokat, amik réges, talán régen hatalmas nagy hagyományok voltak, azokat is úgy kezdjük elhagyni, mint ezek a locsolás is, meg ilyesmi, vagy a versek, hogy én azt látom, hogy mostanában egyre kevesebb verset tanulnak a sulikba, és egyre kevésbé van ez a tanítási mód, mint ahogy nálunk volt. Én kicsit kihalni látom, igen, én is, meg amúgy régen, szerintem még hatalmas nagy változás az, hogy régen tényleg a lányok csinos ruhába, húsvéti tojást festve várták a fiúkat, most meg, vagyis hát igazából, amikor én gyerek voltam, akkor már az én ismerősi körömben a fiúk csak azért mentek el locsolni, hogy minél több pénzt gyűjtsenek össze, amiből ezt, vagy azt, vagy amazt vehessenek. És ez is átment annó még egy ilyen nagyon pénzhajhászásba szerintem, és nem az élménybe. Az viszont tök jó volt, amikor így a család összejött húsvétkor is, meg nagyon sok helyen voltak ilyen bográcsozások, szalonnasütések, és akkor egy helyen volt a család, az szerintem még egy tök jó hagyomány volt, míg amikor a másik fele jött, hogy akkor én elmegyek ehhez is, meg ahhoz is, vagy amikor a felnőttek ilyen, nem tudom, a harmadik helyen már hulla részegek voltak, az szerintem valahol így egy undorító dolog, úgyhogy nem tudom, nincs erről olyan véleményem, hogy egy cikla szilárd, mert megvolt az önye, és hogy tök jó volt, én azért nagyon már, vagy ahogy még anno én egy csomó videót láttam erről, hogy például, nem tudom, hatalmas nagy ilyen magyaros ruhába várták a fiúkat a lányok, és az udvar közepén leöntözték őket vödörrel, és akkor szaladtak, szóval ezeknek még teljesen más hagyománya volt. Szia Vivi, szia Dia, anyukám mesélte, hogy őt az apukája, nagypapája anno még egy nagy vödör hideg vízzel locsolta ki az ágyból húsvét napján, volt ilyen egyszer velünk is, képzeljétek el, hogy az anyukám beengedte a haverjaimat, és nem is tudtam, hogy jönnek, és ilyen reggel 7 órakor, és ez nem vödör víz volt, ezt tudom, hanem egy ilyen, tudjátok, mint az öntöző kanna, vagy amivel ki szokták mérni az ilyen, 1 liter valamit, szóval ilyen adagoló, és azt tudom, hogy emeletes ágyba feküdtünk az unokatesómékkal. Én aludtam fönt, és úgy, ahogy voltam, pizsamába beengedte, vagy hát én aludtam, és zúgy egy vödör, és hát ez a kimérős víz, és nagyon, hát nem annyira bulis emlékként maradt meg bennem.
Jaj, amikor már a 20. ház után jött a részek a gyerekével locsolni, gyűlöltem, én nem bánom, hogy ez kimaradt, már igen. Na ez a másik véglet, amit meg tényleg utáltam, vagy például mit tudom én, volt olyan ismerősünk, aki addig maradt ott, amíg az üveg az nem fogyott ki. Szóval, hogy amíg előttük volt az üveg, addig úgy ott maradtak. És ugyanígy például régen hatalmas hagyomány volt a májusfaállítás, meg a májusfa döntés. Nem tudom, hogy ti még emlékeztek-e rá, vagy volt-e ilyen merészetek, de annó volt olyan, hogy állítottak nekünk is éjjel májusfát, és akkor jöttek a fiúk, egy csomó fiú a ház elé, kiástak egy gödröt, és a fa tetején volt, nem tudom, egy üveg pezsgő, és azt együtt oda kitették a ház elé, ástak egy nagy gödröt, és egész májusban állt a májusfa, és a május végén, utolsó napján, pedig jöttek leszedni, és akkor a lányoknak az volt a hagyományuk, hogy teríteni kellett asztalt, étel, ital, és a fiúkat megkínálni, akik a májusfát állították. Aztán jó, hogy kellemetlen lehetett amúgy, tényleg, egy ilyen voltak annak még, de ezek itt teljesen elmaradtak. Még gyereknek engem is kergettek szódászifonnal, igen, az meg a másik, ez az apukának a mániája volt a szódászifon nálunk, a nagymamáméknál volt a konyhában egy ilyen kis asztal, ilyen hokedliszerű asztal, és az alatt volt a szódászifon, és sose felejtem, mert mindig poroltak velünk, hogy pohárba engedjük a szódát, ne a szifonból a szánkba, de soha nem tartottuk be. Nem tudom, hogy nálatok volt-e ilyen, de azt tudom, hogy nagymamám is mindig mondta, hogy ne abból igyáltok, apum is, meg én is mindig a szódászipomból nyomtuk a szánkba, és kergettek azzal engem is, bár nem túl sokat, mert apum rám nyomta a fél üveggel. Én úgy tudom, ott volt májusfa, ahol olyan lányok éltek, akik férjhezadóak voltak. Igen, nálunk ez mondjuk súrom, ilyen hagyomány volt, hogyha jártunk egy fiúval, akkor az a fiú állított nekünk májusfát, és sokszor kaptunk. És tudom, hogyha egy-egy éven esetleg nem állított májusfát, az, akivel amúgy már együtt voltam 5-6-7 éve, akkor fel voltam háborodva, hogy hát mi az, hogy nincs. Na, nézzük a következő kérdést. Készültök nyaralni idén, és a nyaralásról nagyon sokan kérdeztetek, aztán gyerekeknek hogy spóroltok? Ó, amúgy ez egy jó téma, nem tudom, hogy ti spóroltok-e a gyerkőcök számára, vagy hogy ezt esetleg úgy kérdezted, hogy ilyen biztosítás, vagy megtakarítás így cégen keresztül, mert hogy nálunk elég sok ilyen biztosítási ügynök, vagy hogy kell mondani, van a családban, vagy ismerősi körben, de én ebben annyira ilyen meggyőzhetetlen vagyok, hogy nálunk nincsenek ilyen biztosítások, az, ami kötelező, szóval kötelező a lakásra egy biztosítás, hogyha eláztassuk a szomszédot, akkor a biztosító fizessen neki, vagy az autóra kötelező biztosítás, de így ilyen plusz biztosításaink nincsenek, és viszok egy kortyot, mert már egy órája beszélek, te jó ég. Viszont sokat gondolkoztam azon, mindig teszek félre egy bizonyos összeget a gyerekeknek, és az a bajom ezzel, hogy a pénznek az értéke az annyira csökken, hogyha például, mit tudom én, az én szüleim annó tettek volna félre minden hónapban 50 forintot, és azt 20 évesen odaadták volna nekem, akkor mondjuk nem tudom, adtak volna egy 5000 forintot, ami akkor már nem lett volna elég most két pulcsira, úgy, hogy ők egész életükben, vagy 20 éven át mondjuk ők spórolgattak, vagy kuporgattak nekünk, ezt csak így kerekítve ne számoljuk utána, de hogy ezzel az a problémám, hogy a pénznek az értéke csökken, mert ami mondjuk akkor, amikor nekiálltak volna spórolni, 50 forintból kijött volna, az rengeteg dolog, ami meg mikor odaadják, akkor sokkal kevesebb is. Én tudom, hogy ez kamatozik, meg mit tudom én, hogyha beteszem valami kötvénybe, viszont annak mindegyiknek kezelési költsége van, ilyen-olyan, szóval én annyira nem bízok ezekbe a dolgokba. Én inkább abba bízok, amellett, hogy minden hónapban teszek félre egy kicsit a gyerekeknek, mind a háromnak egy borítékba ugyanannyi összeget, hogy szerintem az sokkal fontosabb, hogy a gyerekeinket megtanítsuk arra, hogy hogyan osszák be a pénzüket, hogyha majd oda jutnak. Úgyhogy nálunk van minden három gyereknek három boríték, egy kék, egy sárga és egy átlátszó, minden három gyerkőcnek, és abban mindegyikőjük kap egy bizonyos összeget a hónapba. És azt be kell osztaniuk, és úgy kell beosztaniuk, és én azt itt találtam ki, lehet, hogy amúgy teljesen hülyeség, de valahol olvastam, hogy
Az egyik boríték az megtakarítás, a másik boríték adakozás, a harmadik pedig a költhető. És mondjuk ez csak lebutítva mondom, hogyha kapnak 5 eurót, akkor abból az 5 euróból 1 eurót tesznek az adakozásba, 2 eurót tesznek abba a borítékba, ami a megtakarítás, és 2 eurót tesznek abba, ami költhető. Ezt tényleg csak ilyen nagy vonalakban mondom, mert az első, ami a legfontosabb, hogy én szeretném arra megtanítani őket, és a saját életemben is az a tapasztalat, hogy az adakozás nagyon fontos, és nem a pénzbeli adakozás, hanem lehet bármilyen segítségnyújtás, de szerintem boldog életet csak azt tud nyújtani, vagy azt tud élni, aki valamilyen szinten segít másoknak, akár pénzileg, akár nem tudom, adsz kölcsön a szomszédnének 2 tojás, de hogy benned van az, hogy másoknak is adj valamit, hogy te akarod, hogy az embertársaidnak jó legyen. És ez nagyon fontos, és ezért igyekeztem, hogy valamilyen szinten az adakozás mindenképpen benne legyen abba a 3 dologba, amire pénzt teszünk félre. A másik a megtakarítás, azt szeretném, hogyha így hagynák, és a másik az a költekezés, amiből elvehetik. Na most az a helyzet, hogy nálunk 3 különböző típusú gyerkőc van. A lányom nagyon spórolós, a nagyfiam nagyon költekezős. A kicsi az meg gyűjtögető. Szóval, hogy ő minden ilyesmit így gyűjtöget. Szóval így próbálom rávenni őket arra, hogy megtanulják azt, hogyha nagyobbak lesznek, akkor hogy is próbálják meg beosztani a pénzüket. És szerintem ez sokkal fontosabb, mint az, hogy minden hónapban tegyünk félre nekik egy X összeget, mert annak már nem biztos, hogy olyan értéke lesz. Úgyhogy én ezt próbálom meg nekik így nyomatékosítani ezzel a gyerek spórolással, hogy őnekik is legyen egy kis zseppénzük, tudjanak spórolni arra, amit szeretnének megvenni. Szóval ne az legyen, hogy anya, megveszed nekem ezt, meg azt, meg amazt, hanem tudjam azt mondani, hogy igen, kicsi, hó elején kapsz egy kis zseppénzt, azt beosztod, és akkor gyűjthetsz arra, amit szeretnél. Nyilván ez nem egy ilyen nagy dolog, mert ami kell nekik, azt úgyis megveszük. Én tudom, én tegnap a fiam kapott végre egy biciklit, mert már annyira kicsi volt a biciklije, ezt nyilván megvesztük mi, szóval nem azt mondom, hogy drága dologra spóroljanak, de hogyha van olyan apróság, amit szeretnének, például akármi, egy zászlót akar a nagyfiam most, egy ilyen partjelző zászlót, mert hogy olyan szinten foci fanatizmus lett nálunk, hogy az csak na, de hogy akkor ezekre, amik ilyen pár eurós dolgok, azokra gyűjtögessék össze, és én így próbálom meg rávezetni, nem azt mondom, hogy bárki is kövesse, és az se, hogy ez a legjobb példa, de hogy én így igyekszem ezt csinálni. És télen meg Krampusz jött, akinek bemeszelt az ablakát, az ajjaj, rossz volt. Na, ilyen falun felnőni bizony. Igen. Én sose felejtem el, hogy anno, amikor jött hozzánk régen a télapó, akkor azt mondta nekem, hogy ő csak akkor ad ajándékot, hogyha nem fogok egy nap többször ruhát cserélgetni, mert hogy akkor az volt a hobbim. És azt mondta, hogy csak akkor adja oda az ajándékot, hogyha megígérem. És hát én tudtam azt, én nem mondhatom ki, hogy megígérem, hogyha természetemnél fogva, én ezt nem akartam, hogy most akkor nem tudom, ne váltsak ruhát egy nap, mert hogy anyukáméknak azért az volt a mánia, hogy nem kell egy nap tisztán ruhát cserélni, nagyon jó vagy abban, mert vagy, és volt egy ilyen korszakom, téni koromban, hogy állandóan öltözködtem. Úgyhogy nem mondtam ki a télapónak, hogy megígérem, hanem azt mondtam, hogy megpróbálom betartani, mert hogy egyszerűen én nem tudtam kimondani. Hiába mondták azt, hogy akkor a télapó mondja azt nekem, hogy ígértesse meg velem, hogy nem fogok egy nap tiszter átöltözni, mert hogy én akkor úgy voltam, ha már valamit megígérek, akkor az szerintem egy felelősség. Az az embernek a szava, és én akkor is úgy voltam vele, hogyha valaki megígér valamit, akkor az egy ígéret, akkor azt teljesíteni kell. Szóval nem tudom, hogy értitek-e, de hogy én ezt a mai napig nem tudom fölfogni, hogy miért kellett volna, hogy a télapónak megígérjem, hogy én nem cserélek egy nap többször ruhát, vagy sokszor, és nem teszem a szennyesbe, mert hogy anyukámék mondták, hogy jövőre csak mosóport fog hozni a télapó, annyi ruhát teszek a szennyesbe, úgyhogy ez bennem is megmaradt, bár nem a Krampusz, hanem a télapó. Sajnos mennem kell dolgozni. Jó nektek, hogy ráértek. Szép napot. Hát, szép napot. És jó munkát neked, Anna. Ingatlanba is érdemes, de az nem mindenkinek megy. Vagy részvény esetleg kriptonapjainkban. Igen, amúgy, de
Én például még egy hitelt azért nem vennék fel, hogy ingatlanba fektessek, mert én eléggé tartok. Én örülök neki, hogyha majd ki tudom nullázni a lakáshitelünket, és nem szeretnék én még egy ilyen hitelt felvenni mondjuk 30-40 évre azért, hogy a gyerekeknek fektessek be egy lakásba. A másik meg az, hogy ugye nem biztos, hogy itt akarnak élni. Nyilván azt el tudná adni, de szerintem mindenkinek megvan a saját maga kis harca. Adjuk meg a gyerekeknek azt az alapot, ami tőlünk telik, de nem mínuszba. Szóval annyi pénzem nem lenne, hogy most akkor vegyek egy lakást, amit kiadjak, és akkor ezt nekik befektetni. Én meg hitelt nem vennék fel azért. Na. Abszolút egyetértek a megtakarításokkal kapcsolatban. Nálunk hasonlóképp van, házi munka van kötve a havi zsebpénzmennyiséghez, mert most sikerült a négy nagyobbnál elérni azt, hogy félretesznek, gyűjtenek. Igen, ezen a házi munkán már én is gondolkoztam. Csak nem tudom, nem akarom azt, hogy én félek attól, hogy ez az ellentétébe menne át, hogy mit tudom, én összesöpörtem a nyugat 2 eurót, szóval, hogy attól tartok, hogy ez aztán elvárás lenne, hogy bármit megmozdít a lakásba, akkor azért pénzt kérne, és én félek ettől a dologtól. Amúgy nálunk ez a házi munka, ez egy kicsit így alap, hogy például minden gyerek kiviszi a tányérját evés után, vagy általában a nagyfiam szokta az asztalt letakarítani, hogyha így közösen eszünk, a lányom mindig kipakol a vagy igen, a mosógépből, és beteszi a szárítógépbe a dolgokat, és mindenkinek megvan, most már néni is próbál így porszívózni, szóval mindenkinek megvan az a kis feladata, viszont ezt még nem mertem így zseppénzhez kötni, mert nem tudom, még azért van bennem ezzel kapcsolatban ilyen félelem, hogy ez, tudom azt, hogy van olyan gyerkőcöm, aki aztán ezt mindig elvárná mindenért. És nem tudom, ettől még ezért tartok, pedig nagyon sokan mondták, hogy ez bevált, hogy házi munkáért cserébe adnak zseppénzt. Én meg úgy vagyok vele, hogy én próbálok havonta egy fix zseppénzt adni mindegyikőjüknek, amit a saját kis borítékjukba beoszthatnak. Szóval beletehetik, viszont ezt arányosan, hogy például 40-40-20% szempontjából oszták el, nem úgy, hogy mondjuk mit tudom én, az 5 euróból 4,50 € a költhetőbe tesznek, és 25 € a megtakarításba, meg 25 € az adakozásba, mert hogy az nem lenne reális, hanem így nagyjából azért kötve. Így van, hitelre nem, azért írtam, nem mindenkinek megy az ingatlan KP-re. Igen, nekem ez nem menne, és nem is tudnék annyi pénzt félretenni, hogy itt nálunk egy ingatlant vegyek. Hát a mi lakásunk ára jelenleg itt, amit csak így sat per KB-re mondom, ilyen 85-90 ezer euró, ami, hogyha megnézitek, az annyira sok pénz, és ez egy nem tudom, 64 négyzetméteres lakás, amit mi alakítottunk át 5 szobásra, szóval az ingatlan itt nálunk iszonyat drága, bár mondják, hogy most már megy lejjebb, de akkor is, hogyha ezt így nézzük, akkor az még mindig brutálisan drága, szóval itt nem tudnék. És nem is vagyok benne biztos, hogy annyira akarnék. Sokan úgy vesznek fel hitelt, hogy 40 évre, és majd a gyerek kifizeti, ha időközben elmegy, és az illető, ez itt Németben most a trendingen. Azért én nem tudom. De ez meg benne van így a kötelező lakásbiztosításban, nem? Vagy nem? Nem gondolom jól. Nem tudom amúgy. Nem vagyok ebbe a témába túl szakértő, de nálunk például, hogyha hitelre veszel ingatlant, ezt be kell biztosítanod. És megvan, hogy sőt, nálunk még a bankban volt ez annak a lakásnak a biztosítása is, hogy kijöttek, felbecsülték, és utána még biztosítást is ott kellett kötni rá, hogyha bármi van, akkor a lakás be legyen biztosítva. De lehet, hogy ez csak apróságokra vonatkozik, de nem tudom, mert ebbe tényleg nem vagyok szakértő. Na, szerintem ez még nagyon rossz, hogy már a gyerekek hitellel indul az életbe, mert az anyja-apja így vett ingatlant, mert az majd jó lesz a gyereknek. Igen, meg hogy abszolút nem biztos, hogy ez a gyerek itt akar maradni, vagy ilyen típusú lakást akar, vagy azok a szempontok fontosak neki, ami nekünk. És annál az egyik sokkal idősebb ismerősöm mondta, hogy az ingatlan mindig helyhez köt. Ha már van egy ingatlanod itt vagy ott, akkor oda mindenképpen vissza kell menned. Lehet, hogy kiadod a bérletbe, és csak ekkor vagy akkor, de az mindenképpen köt egy fix adott helyhez, és ez valahol igaz.
Nem, nálunk meg van határozva, csak pár dologra jár. A többire nem, például zoknipárosítás, autómosás, ablakpucolás, a többit megcsináljuk együtt örömmel. Jaj, értem! Na hát, akkor nézzük. Zoknipárosítás, az egész jó lenne nálunk is, bár nem vagyunk annyian, de. Autómosás kizárt, mert hogy mi panelban lakunk, nincsen garázs, nincs udvar, úgyhogy autómosóba járunk autót mosatni, úgyhogy ez már nem menne. Ablakpucolás, második emeleten vagyunk, úgyhogy ez megint esélytelen, mert nem engedhetném meg azt, hogy a gyerekek ide fölmásztanak az ablakba. Egy családi házban ez teljesen más, úgyhogy az megint nem, úgyhogy ezekért meg nem tudnék pénzt kérni, mert ezt egyiket se tudják megcsinálni az okni párosításon kívül, vagyis pénzt adni, zsebpénzt adni. Viszont amúgy ez tök jó ötlet, hogy csak az ilyen dolgokra, mert így meg tényleg elkerülöd vele azt, amit én is mondtam, hogy innentől kezdve minden apró cseprő dologért pénzt szeretne kérni a gyerkőt. Csak hát na, nálunk az okni párosítás, azt még Emma olyan szívásán megcsinálja, ő mindig jön és segít, és nem tudom, szóval nem nagyon tudok olyan dolgot, amire azt mondanám, hogy akkor most csak ezért. A szobájukat igyekeznek rendbe tartani, nálunk a férjem erre nagyon hárklés, minden áldott reggel minden gyerek megcsinálja az ágyát, tesz rá pokrócot, hogy úgy menjenek el a lakásból, úgy menjenek el itthonról reggel, hogy rend legyen. A férjem ilyen szempontból nagyon egy olyan, akinek ezek fontosak, és a gyerekeknek is megtanítottuk azt, hogy igen, ez tényleg rend legyen, úgyhogy ez valahol alap. Náluk, úgyhogy nem tudom, hogy ezt így mire tudnám felépíteni, pedig ez tök jön dolog, hogy valamit kell, hogy adjon cserébe. Én gondolkozok ezen, hogy mik lennének azok, de nem nagyon jut eszembe olyan. Na, nézzük. Mindenkinek legyen egy állandó feladata, és akkor van zsebpénz, ha van munka, van pénz, ha nem csinálsz, nem lesz. Igen, csak ezt így bontsuk le hétvégére, mert hétköznap meg van egy csomó olyan nap, amikor mondjuk reggel elmennek iskolába, iskola után például elmegyünk edzésre, edzés után, hogyha még van kedvük lenn, maradunk egy kicsit a játszótéren, szóval este 8 órakor, mikor hazaérünk reggel 8-tól, vagy fél 8-kor, akkor már nem akarom azt, hogy neki álljon asztalt takarítani egy vacsora után, mert akkor már tényleg menjen most a fogat, usoljon le, és menjen lefeküdni, megyek esti mesét olvasni, imádkozunk, hogy ezt én akkor csak hétvégére tudnám tenni, úgyhogy nem tudom. Ezen még úgy egy kicsit gondolkozok, mi lenne az, de úgy ez se rossz ötlet. Itt 300, a ház 150 felett a lakás, de vannak üzletemberek, igen. Igen, az más, rengeteg ingatlanos van, de hogyha megnézzük, akkor a mai világban egy családi ház itt nálunk is, hát még nem is ennyiért, mint nálatok, 300 000 euró azért nincs, de hogy 100 000 fölött van jócskán, és nekem nagyon fura, hogy ha meghirdetnek például itt Komárom egy családi házat, hogy eladják, nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, de hogy az egyik ismerősöm még úgy vettek családi házat, hogy még licitáltak az ára, hogy mondjuk megvolt, mit tudom én, 110 000 euró, az a családi ház, ami szerintem amúgy is a mostani fizetéshez rohadt sok, de hogy annyi érdeklődő van, hogy fölfele ajánlgatnak, hogy én 120-at adok érte, én meg 122-t, én meg 128-at. Szóval az emberek nem lefele alkudnak, hogy hát én tudnék adni érte 95-öt, hanem fölfele, és ez valami fenomenális, marha fura. Nem minden biztosítás fizeti ki halálod után, igen, azt gondolom. Én az unokámnak adtam, amiért levitte a szemetet, jobban várta a fizetésem, mint én. Igen. Igen, amúgy ez a szemét levitása rossz ötlet. Az a baj nálunk ezzel, hogy annyira magasan van a kuka, és annyira erősen kell a fedelét lent itt a ház előtt felnyitni, hogy hát Milán néha leszokta vinni, mert külön gyűjtjük az ilyen komposztálható hulladékot, mint például a hagymahéjat, répahéjat, tojást, ilyesmit, azt külön kell gyűjteni, nálunk van erre ilyen gyűjtő konténer, mert aztán azt felhasználják, és azt el szokta vinni, és ki szokta önteni, de a hatalmas szemetes kukát, azt eléggé nehéz úgy beletenni, mert nehezen nyílik, úgyhogy, ja, szemetet kivinni, igen, ezt írtátok, bocsánat, de ki kell fújnom az orrom.
De amúgy ezt most már, hogyha úgy van, akkor kiszokták, de itt van közvetlenül az ablakunk alatt, vagy hát így lelátok a szemetesre, és ez nem egy rossz ötlet, csak tényleg, meg nagyon sokszor nálunk itt a kukáknál kukatúrok vannak, és hogy áll itt egy ilyen hatalmas család ilyen kis kocsikáréval, és túrják a kukát, öten, vagy beleteszik a kisgyerekeket, hogy ők szedjék ki a maradék kaját belőle, és úgy nem küldeném le a gyerekeimet közéjük, hogy akkor te meg dob ki. Jobb esetben csak egy mocska ugrik ki belőle, rosszabb esetben egy gyerek is néha, és hát botokkal turkálják egy csomó nálunk. Ennek hatalmas nagy ilyen keletje van, hogy rengeteg család van, akik mennek körbe, és a kukát túrják, és sokszor látjuk az ablakból, és mondom a gyerekeknek, hogy látjátok, ezért kell mindig dolgozni, és odafigyelni, hogy apa, anya is tudjon mindig dolgozni, és legyen mit enni, és ti is tanuljatok, mert hogy tényleg vannak olyan kisgyerekek, akik ilyen helyzetben vannak, és ezt így, amikor látod, és nagyon sokszor szoktuk csinálni azt, hogy az én táskámban mindig van valami kaja, műzli, vagy pogácsa, vagy piskóta, és amikor látjuk, hogy itt gyerekekkel kukát túrnak, akkor mindig viszünk nekik egy-egy ilyen kis finomságot, de na, ez a problémám ezzel a szemétlevitellel, de lehet, hogy ezek is ilyen kifogások, hogy csak én találok ilyen kifogásokat, de mindenre van olyan érv, ami egy kicsit ilyen. Ugyanígy gondolom a hétköznapokban ez kivitelezhetetlen egy gyereknek az alapok legyenek meg, de ne legyen ő a háztartási robot, igen, na, hogy ezt nem akarom. A segítség meg járjon ingyen, ne ellenértékben segítsen nekem. Na, hát ezért mondom, hogy tök jó dolog, hogyha valamilyen szinten ösztönözzük a gyereket arra, hogy a munkájáért jár pénz, mert a való életben igen, te is a munkádért kapod a fizetésedet, de gyerek meg gyerek maradjon a családba, segítsen, de kapjon zseppénzt, de ne úgy, hogy ez még egy annyira tág dolog, hogy én még ezt így találtam jónak, hogy próbálom arra ösztönözni őket, hogy mi egy család vagyunk, mi egy csapat vagyunk. Az, hogy a mi lakásunk, a mi otthonunk rendezett legyen, szép legyen, tiszta legyen, az mindenkinek az érdeke. Szóval azért segítsetek hétvégén mondjuk, mit tudom én, répát pucolni, vagy felkockázni a virslit, vagy nem tudom, de hogy ezek olyan dolgok, amiket mi így együtt megcsinálunk, mert egy csapat vagyunk, és mindegyikünknek az érdeke az, hogy itt finom ebéd legyen, hogy itt jó közérzetünk legyen, egy tiszta helyen legyünk, szóval... Emellett meg teljesen egyet tudok érteni azzal is, hogy valahol tanulja meg a gyerkőc azt, hogy a munkájáért jár fizetés, szóval én még teljesen ilyen kettős szinten vagyok ebben. Inkább teljesítmény például iskolában, mert az a hasznot szolgálja. De alapdolgok egy család életében, egy természetesen minden családban, család számára, de persze mindenki máshogy is, így csinálja az ösztönzést. Igen, máshogy csinálja az ösztönzést, ahogy neki jó. Igen. Hát, ha sokat fizetnék, mert hogy jelenleg mind a két gyerkőcöm kitűnő tanuló, úgyhogy ezzel meg úgy vagyok vele, hogy ilyen nem tudom. Nem tudom ezeket a jegyeket is emellett, meg hogy sokszor van olyan, hogy én úgy érzem, hogy például volt olyan, hogy nem a legjobb jegyet kapta a gyerkőc, viszont én úgy éreztem, hogy ő megtett mindent azért, hogy most ezt tudta kihozni magából. Szóval én tudom azt, hogy én nem voltam jó tanuló, én mindig közepes tanuló voltam, de magamhoz képest én rohadt sokat tanultam, mert hogy nem voltam egy olyan, akinek ez így ment, és nem voltam olyan könnyű képességű, vagy hogy mondjam, hogy amíg mondjuk más odafigyelt az órán, és tudta a tananyagot, addig én fölkeltem mondjuk hajnali 4-kor, hogy tanuljak még 2 órát, és nekem úgy sikerült közepesre, vagy jóra, de soha nem jelesre. Értitek? És van, aki például a férjem, ő meg tipikusan az, aki alig tanult, odafigyelt az órán, pont írt is a férjem éppen. Szóval, hogy ő meg, neki pont elég volt annyi, hogy odafigyeljen, és kitűnő volt mindig. Szóval ő a Kecskemétre jelentkezett egyetemre, és szóval, hogy
Teljesen más mentalitás a gyerkőcöknél is, hogy valakire ráragad, vagy valaki megfeszül, annyit tanul, és akkor se lesz tökéletes. És én ezt csak magamból indulok ki, mert hála Istennek mind a két gyerkőc eléggé olyan, aki okos és értelmes, és az iskolában tök jól teljesít, de lehet, hogy ez csak elsőben, másodikban, mert azért akárhogy nézzük, elsőben, másodikban még alsó tagozatban egy kicsit könnyebb, mint felsőben. Na, nálunk nincs de pénz, a lányoknak a kártyára a férjem utal, én megadok, ha kell. Én gyereknek naponta kaptam pénzt, mindig raktam félre, több pénzem volt, mint nekik. Ez jó, ilyen ismerősöm van nekem is, akinek a gyerköce mindig kapott pénzt, és aztán volt, amikor sokkal több pénze volt a gyereknek, mint a szülőnek. Én azt hiszem, hogy 8. osztályos voltam, amikor elkezdtem zseppénzt kapni, és első pár hónapban csak ruhákra költöttem el, aztán utána már egy kicsit próbáltam beosztani, úgyhogy hát ez mindenkinek olyan, hogy eddig én is úgy voltam vele, hogy megveszem a gyerekeknek azt, ami kell, és nem adok zseppénzt. Ez nemrégtől van nálunk, viszont ezzel meg az a baj, hogy nehéz úgy igazságot tenni. Szóval sokszor az egyik gyerek folyton szeretett volna valamit, a másik meg soha, és ebbe aztán nem akartam így belemenni. A gyereknek a tanulása a munka, hétfőtől péntekig. Szerintem, és a gyerekkor megélése elsősorban, igen, abszolút. De ezt így is csináljuk, szóval legalábbis én próbálok erre odafigyelni, hogy nyugodtan menjenek utána a játszótérre, haverozzanak, tök, én imádom, hogy például hétfőn meg pénteken Milánnak ugye edzése van, és ez Újfalun van, és addig egy hatalmas tök jó társaság van ott amúgy, és addig a két kisebb pedig trambulinozik, vagy csocsózik, vagy van ott egy csomó játék, homokozó, és múltkor is például, amíg Milán edzése volt, addig a két gyerek, két kisebb, végig trambulinoztak, úgyhogy az edzés végére mind a három gyerek ugyanúgy ki volt dőlve, és ugyanúgy el volt fáradva, úgyhogy ez tök jó. Szia, Dia, mennem kell, visszanézhető lesz? Igen, meg már lassan én is megyek, úristen, most már 1 óra 16 perce beszélek. Igen, ha te látod, hogy mindent megtett, de mégis nem lett jó, olyan is van, inkább a lustább, nem szeretek tanulni gyerekeknek, ösztönzés, így, igen. Igen. Meg azért más sok az elvárások, hogy például én nem tudom, de Milán pikpak például megtanul egy verset, de rajzolni nem annyira tud. Az Emma nehezebben tanulja a verset, de színezni, rajzolni nagyon szépen tud. Szóval, hogy azért minden gyereknek a saját kis képességeihez van mérve, vagy például Nathan, ő nem szeret fellépni, hogy tudja a verseket, tudja azt, de hogy ő nem szeret színpadra menni. A másik kettő azt szeret jobban, szóval, hogy ez annyira egyéni. És szerintem az nagyon fontos, hogy ezt az intézményekben vegyék észre, hogy ez a gyerek ebben jobb, és akkor próbáljuk meg abba segíteni őt, és nem mindig kiemelni azt a tulajdonságát, ami kevésbé megy. És nem azt mondom, hogy azt ne fejlesztjük, mert nyilván, csak ez egy kicsit más. Lányomat motiválnám pénzzel, de a fiamat nem, mert anyagi csőd lenne. Na hát igen, ezt mondom én is amúgy ilyen szinten, hogy próbáljunk egységet alkotni a három gyerkőc között, és itt is, hogy így próbálom nekik beosztani a zseppénzt, így is a lányom például spórolós, amíg a nagyfiam nagyon költekezős. A kicsi meg olyan kettő között is, meg ilyen gyűjtögetős, szóval, hogy ő nagyon szereti eltenni a legapróbb dolgot is, az utolsó kavicsot, a hajgumit, amit a nagymamától kapott, a mindent is mindenhez emléket köt, szóval, annyira más a három gyereknek a természete. Na. Igen, ha te látod, hogy mindent megtett, ja, igen, megtett, de mégis nem lett jó, olyan inkább a lustábja, igen, ezt olvastam, mi is így szerettük volna, hogy a jó jegyért kapjon, de mivel napi szinten hoznak 2-3 egyest itt Szlovákiában, az kicsit sok lenne. Igen, ezt mondom, hogy
Például a lányom még sokkal kevesebb jegyet kapnak, mint a nagyfiam. És ha az elsőt mérjük, akkor is a nagyfiam sokkal több jegyet kapott. Vagy a nagyfiaméknál például az osztályában az eredményeket, vagy az osztály, hogy mondjam, osztályzatokat úgy adnak, hogy matek órára, magyar órára, még a lányomnál inkább a viselkedésre, például, hogy viselkedtetek ebédnél, kiabáltatok, ilyenre ad a nevelőnéni jegyet. Szóval annyira más, hogy ha így a jegyekre alapozni, és úgy kapnak, akkor már alapból egy olyan különbséget tennék a gyerekek között, amit abszolút nem szeretnék. És akkor a nénivel mi van? Akkor ő ne kapjon semmit, mert még nem jár iskolába, és nem fog 2 évig? Szóval ez is olyan, vagy hogyha azt mondják az óvodában, hogy ma jól viselkedtél, akkor ma kapjon 1 eurót, amúgy meg ne. Szóval ezt nem szeretném, mert ez nálunk nem menne, pontosan azért. És intézményen belül is mindig a pedagógustól függ a tanmenet, hogy ki hogyan tanít, meg ilyesmi, úgyhogy ez más. Ezért nálunk sem megy az ösztönzés kifejezetten, mivel ők is tudatosak és jól tanulnak, de azért jelzse pénz, mivel megdolgoznak érte. Igen. Igen, na, értem ezt is. Aztán itt ragadtam én is, de mindegy is, nekem is mindjárt innom, én nekem is mennem kell, úgyhogy most már lassan én is le fogom zárni. Igen, az intézményben kiölik a kreativitást és az egyéniséget. Hát, ha nem is kiölik, mert azért van, ahol megtartják, de ez is azért változó. Amúgy azért nagyon jó, hogy a szülő bevonja a gyereket is a házi teendőbe, mert életre való felnőttekké válik, ami szociálisan érzékenyek. Ezt kiskortól lehet csak beléjük nevelni, nem 15 évesen, igen. Na, ezért igyekszem én is arra, hogy ne az legyen, hogy ti vagytok a gyerekek, mi meg a felnőttek, mi parancsolunk, ti meg ezt csináljátok, hanem mi egy csapat vagyunk. Mi azért vagyunk egy csapat és egy család, hogy itt minden egyes tag boldog legyen. És a boldogságunkhoz fontos az, hogy együtt nevessünk, hogy együtt társasozzunk, együtt kiránduljuk, és együtt csináljuk a házi munkát is. Szóval nem csak a jó részből vegyék ki a gyerekek a részüket, hanem azt is, amit meg kell csinálni. És szerintem ez így működhet, és ebben szerintem látják a gyerekek is azt, hogy akárhogy is nézzük, ez lesz majd a mi dolgunk, ha felnövünk. Ha felnövünk, akkor igen, ha anyuka leszek, akkor ezt kell csinálnom, vagy azt, hogyha apuka leszek, akkor ezek a prioritások, és lássák a női és férfi szerepeket is, hogy mégis hogyan oszlik el egy családba, és a segítség is olyan, hogy csináljuk együtt, és tök jó közösen lesikálni ezt az asztalt, vagy tök jó közösen portalanítani, vagy a saját szobájukat is úgy szoktuk, mikor így nagy takarítást csinálunk, hogy együtt bemegyünk, mármint, hogy nem mind az öten egy kicsi szobába, de mondjuk én bemegyek a lányommal az ő szobájába, és akkor ketten összerakodunk, néha becsatlakoznak a fiúk is, de értitek, és szerintem ez tök jó, mert az kiemeli azt, hogy én nem az vagyok, aki így követelődzik, hanem hogy próbáljuk meg együtt csinálni. És az nekik is jó. Ha gyorsabban végzünk a házi munkával, mondjuk egy szombaton, akkor gyorsabban tudunk menni a játszótérre, többet tudunk menni biciklizni, értitek, hogy ez mindenkinek előnyére válik, hogyha közösen csináljuk a dolgainkat. Jó, hogy ti is így csináljátok, Dia. Persze nem könnyű téma ez, de valóban úgy gondolom, a segítség ingyen járjon, mert akkor számító lesz felnőttként is, csak akkor fog segíteni, ha érdekét szolgálja valami, mert erre szoktattuk pénzen. Hát igen, de ez is természettől is függ szerintem, hogy ki milyen lesz, mert megvannak azok az alapok, az alaphabitus mentalitás, fontos az is, hogy hogyan neveljük, de azért én látom, hogy például a lányomból azt nem tudom kiölni, hogy az utolsóját is odaadja, és bárki helyett megcsináljon bármit. És olyan sokszor mondom, hogy egy kicsit várd meg, hogy ő csinálja, mert ha például Ninire is rászólok, hogy légy szíves, tedd el a cipődet, akkor oda megy, hogy én elteszem helyette, vagy az iskolába is, hogy légy szíves, rakd el a füzetem, ő megcsinálja. És mindig mondom, hogy figyelj, csak ők is úgy tanulják meg, kicsim, hogyha nem csinálod meg helyettük, hiába akar ő mindig segíteni, és ez a segítő szándék is ő benne annyira benne van, és olyan jó lelkű egy kis csaj, hogy mindenkinek a feladatát magára vállalná, és én ebből is így igyekszem visszarángatni, amíg mondjuk rá, nem tudom, a fiúk meg inkább átadnák másnak. Na, aztán
Így van, mindenki érdekét szolgálja, ha megtanulja a kötelességeit mindenki egy háztartásban, igen. Fiam felporszívózott, én megköszönte, aztán nézett rám. Na hát igen, na, ez az. Ettől félek én is így a házi munkával, hogy én tudom azt, hogy a nagyfiamnak biztos, hogy az első dolga lenne, hogy nem tudom, kicsöppent egy korty víz, és ő feltörli, akkor azt mondaná, hogy na, feltöröltem, feltöröltem, és ezt nem akarom, szóval. De vannak dolgok, amikben ez meg nagyon jó is, és tényleg nevel. Na, nem forog minden a pénz körül, például nem rak rendet, nem megy ez az, tehát ki délután rollerezni, vagy haverozni, igen. Ez az az adok-kapok, ő kérhet tőlünk szülőktől, például dobjam el ide-oda kocsival, én is kérhessek, vidd le a szemetet, porszívóz, és köszi, de a markod ne tartsd érte, igen. Igen, hát ezek mindegyik olyan dolog, ami tényleg így fontos, hogy hogy áll hozzá a szülő, mert én tudom, én ilyennél például nem kaptam zseppénzt, de például választhattam, mikor nagyobb voltam, hogy nálunk sokszor volt az, ugye, mi kandallóval tüzeltünk, és fát szedtünk az erdőn. Volt mindenkinek egy terület, amit az erdész adott, hogy akkor innen szedhetik a fát. És én ezt mocskosul utáltam, de hogy tényleg, én ezt abszolút nem szerettem. Viszont választhattam, hogy akkor, mikor már nagyobb voltam nyilván, 10 éves, hogy akkor anyu felajánlotta azt, hogy oké, akkor nem kell eljönnöd velünk az erdőre, de akkor te fogsz főzni a csapatnak. És akkor én inkább azt választottam, szóval nálunk inkább választási lehetőséget kaptam, ugyanígy a kertészkedéssel. Nekünk hatalmas nagy kertünk volt, hát nem hatalmas, a mai szemem már nem az, de amikor én még kicsi voltam, akkor az annyira soknak tűnt, hogy a kukoricát mire megkapáltuk végre, amit tényleg utáltam, addigra kezdhettük előről, mert az első sor gazos volt. Értitek, mit mondok? És hogy én ezeket is próbáltam kiváltani inkább házi munkával, hogy én otthon inkább megpucoltam az ablakot, vagy inkább megfőztem a kaját, vagy inkább nem tudom, kipucoltam a tyúkhólat, vagy mondjak bármit, de hogy én például a kapálást inkább kihagytam. Vagy, ami még a mi feladatunk volt régen, unokatesommal, az a krumpli bogarakat leszedni a krumpliról. Nem tudom, hogy ti kaptatok ilyen feladatokat, de hogy mi ugye családi házban laktunk, és nálunk ilyen feladatok voltak, és azt például szerettem, vagy szerettem az öntözést, de a kapálást, meg a gazolást, az például nem. Úgyhogy nálunk azért lehetett cserélgetni, és ez például jó emlékként maradt meg, hogy azért variálhattam. Viszont azért akárhogy nézem, sokkal több munka volt itt családi házba, a ház körül, meg a kerttel, mint most nálunk, ami ránk hárul, vagy a gyerekekre. Nálunk a kert mellett volt például pince, ahol szintén szőlőt termesztettünk, paradicsomot, paprikát, kis présház, szóval, és voltak állatok, voltak tyúkok, malacok, kacsák, kacsát tömtünk, szóval sokkal több mindenre, hogy mondjam, oszlott a feladat, amire figyelni kellett, vagy amiből akár én is választhattam, mint nálunk itt most, mint a takarítás, pakolás, ruha, mosás, szóval ezek. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit mondok. De igen. Na, elolvasom azt, tényleg megyek, mert másfél órája itt vagyok. Nem kap pénzt, csak természetes volt a porszívózás. Igen, értem. Ezt mondom, hogy Kriszti önkéntes segítség. Igen, minden hozzáállás kérdése, minden család tudja nála, mi működik, és mi nem. Mi feladatunk, hogy szív embereket, és ne számítókat neveljünk. Egy fűnyírás, kocsimosás, stb. Után simán jár a jutalom. Igen, abszolút. Meg hát mi látjuk azt, hogy nálunk mi az, ami fontos, hogy mi az, amit a saját gyerekeink el tudnak végezni. Mert van egy csomó olyan dolog, hogy hiába segítene, nem tud. Szóval nálunk nem mosogatunk, mert a mosogatógépbe pakolom a dolgokat, nem tudja kipakolni, mert nem éri föl, és rohadt magasan vannak a szekrények. Szóval hogy én gyerekként tényleg, ahogy mondtam az előbb is, azért családi házban teljesen más feladat megosztások voltak, vagy mondjuk este 7 órakor becsukni a tyúkokat, összeszedni a tojásokat, átmenni a szomszédba, vinni a nem tudom, Maris néninek valamit. Teljesen mások voltak, mint most. Anyu mesélte a múltkor, hogy gyerekként meg is kóstoltam a krumpli bogarat. Úp! Én nem, de mindig egy üvegbe kellett beleraknunk, amiben víz volt, és az volt az ilyen alap, hogy minden este ki kellett mennünk. Ahogy a palántákat is minden este meg kellett öntözni, ha csak nem esett az eső. Úgyhogy azért mondom, hogy a feladatok azért annó mások voltak.
Így van, kell is jutalmazni a fáradozást, például most te megtetted, most én is megteszem például, akkor gyere, sütünk együtt valamit, amit meg te akarsz megtenni az én segítségemmel, de napjainkban annyira minden a pénzről szól, és nem az önkéntes segítségről. Abszolút megértem amúgy ezt is, meg azt is például, hogy nagyon sok embernél tabu a pénz. A gyerekek részéről kell valami, oké, anya megveszi, és abszolút nem lát a gyerek semmit. És az viszont fontos, hogy a gyerek lássa azt, hogy te hogy osztod be azt a pénzt, mert hogy azt viszi magával valahol a felnőtt korára. Hogy látni fogja azt, hogy nem tudom, te folyton elmaradtál a csekkekkel, szenvedtél azon, hogy most nem tudod ezt megvenni, vagy hogy hogy osztottad be, takarékoskodtál-e, kellett aggódni azon, ha elromlott egy mosógép, akkor most honnan szerzel hitelt, vagy kitől kérsz kölcsön. Szóval azt szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekeink előtt azért ezt ne tabusítsuk be teljesen, mert akkor úgy fognak kikerülni az életbe, hogy abszolút nincs egy alapjuk, szóval... Sok minden a pénzről szól, túl sok minden, és én saját magamon is nagyon dolgozok, hogy sokkal kevésbé legyek anyagias, viszont ezt akkor is fontosnak tartom, hogy valamennyi részt ebből lássanak a gyerekek. Ahogy a bevásárlásból is, abból is, hogy most akkor elmegyünk, megveszünk, tervezzük, hogy mi lesz az ebéd, hogy valahol ez szerintem, hogyha most nem is figyel oda rá, de én tudom, hogy én mennyire elő tudom venni azokat a régi dolgokat, amikre abszolút nem figyeltem, de tudom, hogy a nagymamám még így csinálták, mert az agyam rögzítette, és nagyon sok példát vettem tőlük, és ellenpéldát is láttam, meg láttam azt is, hogy milyen volt, akiknél tényleg így a családban, vagy rokonoknál, ahol nagyon nehezen jutottak egyről a kettőre, és tényleg minden nap csak a fél kiló kenyérre maradt, hogyha beosztották a pénzt, úgyhogy azért szerintem fontos, hogy valamennyire engedjünk betekintést adni a gyerekeinknek is ezekbe. Tényleg csak lóvé ellenben segít valaki, az szerintem nagyon nem jó irány, de tényleg mindenki úgy ösztönöz, ahogy neki. Persze jó, mindenki maga tudja, mi a jó, igen, meg a gyerekektől is függ azért, hogy ki mire vevő, szóval igen, na, elolvastam mindent, a többi kérdés, amit írtatok, itt is, ott is, amott is, nagyon ugyanarról szólt a nyelásról, a vlogokról, mikor lesz vlog, stb. Úgyhogy elköszönök én is, nekiállok videót vágni, mert hogy van még egy 3-4 órás munkám, és nagyon remélem, hogy úgy sikerül, ahogy szeretnék. Azok, akik ezt kérték tőlem. Igen, van az a kor, amikor már értik ezt a múltkor például Terétonnál kérdezték, meddig elég, mert azt hitte, akkor megy a kocsi. Igen, szuper hétvégét mindenkinek. Igen, na. Igen, az én gyermekem nem értette, miért kell félre rakni, miért nem költjük el. Vettem neki részvényt, és majd elmehet belőle valahova. Igen, mondtam, nem ennek van költsége, biztosítás, újadó és benzin, és csak egy dolog, amire elcsodálkozott. Igen, igen, hogy az sem mindegy, hogy az autónak nem csak az a költsége, hogy megveszed és tankolod, hanem van egy csomó dolog, a felújítás, a szerviz, vagy akármit is kicserélni rajta, és a lakással ugyanígy, hogy a lakásban is áramlanak a dolgok, fel kell újítani, ez kell, az kell, amaz kell, szóval, hogy igen. Na, de tényleg most már megyek, eléggé tartalmasra sikerült, nagyon sok témát érintettünk, és remélem, hogy tetszett nektek ez, vagy hogyha vissza fogjátok tudni nézni, ha sikerül, akkor visszanézhető lesz, úgyhogy igen, jövő héten találkozunk egy vlogban, mert kedden mindenképpen megyünk Győrbe, legalábbis remélem, hogyha Isten megtart. Úgyhogy búcsúzom, jó hétvégét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, ilyen sokan, mert ez nagyon sokan voltatok ma itt, és tök aktívak is voltatok, úgyhogy soha a Balatont, most meg sokat vagyunk Lellén. Ki nem hagytam soha a Balaton, most meg sokat vagyunk Lellén. Na. Köszi a kellemes délelőtöt, jó pihit hétvégére. Jó pihenést, sziasztok!